Na, jöjjenek a nyulak. Egy pillanat. Nyulak. 63, 75, 87, 99, 11, bánint, hogy 2011 és 2023, ugye most a nyúl év. A nyulaknak azt írtam oda, hogy nyerő. Mert hogy ők az egyik, akik a legjobban járnak ezzel a hónappal, ugyanis ők jó barátságban vannak a disznókkal, úgyhogy biztos, hogy tök jól fogják érezni magukat. Szerelmi és szexuális téren lehetnek nehézségek. Marian írott, hogy ideje lesz már. Hát igen, igen, igen. Ez egy, tehát egy olyan hónap lesz a nyulaknak, amikor ki tudják élvezni. Tehát, mert ugye a nyulak, azok alapvetően nagyon szorgalmas állatjegy, rengeteget dolgoznak, és nagyon nehezen tudják ellazítani magukat, és nagyon nehezen tudják élvezni az életet. Viszont jön a disznó, és az meg olyan, mint egy ilyen kis barátnő, aki elviszi őket bulizni. Tehát, hogy a nyulak ezt fogják most megélni, hogy jön a bulizós barátnő, és lesz egy jó kis laza hónapunk. Úgyhogy ez lesz, ez vár a nyulakra. Viszont szerelmi és szexuális téren ott lehetnek nehézségek, tehát ugye neki ott van megint csak a kakas még a hónapban, ami nehézséget okozhat. Úgyhogy azzal vigyázni kell. Pénzügyileg viszont jól járhat, és igazándiból úgy is jól járhat, hogy amire így egész évben odafigyelt, pénzügyi szempontból, az most megtérülhet. Tehát az abszolút megtérülhet. A másik pedig, amiért a nyúl jól járhat ezzel a hónappal, hogy ugye mondtam az általános résznél, az elemzés vagy az előrejelzés elején még mondtam, hogy ebben a hónapban azért számíthatunk arra, hogy megpróbálnak minket átverni alacsony szintű emberek, tehát akik próbálnak pénzt kiszedni belőlünk, stb. A nyúl az átlát ezen. Tehát a nyúlat nem lehet átverni. Tehát ő ugyanolyan fifikás, mint a akár a kígyó, akár a disznó, nem fogják átverni, simán látja, hogy mi történik, és nem fognak tőle pénzt kicsalni. Úgyhogy ilyen szempontból is nagyon jól jár. Nézem, hogy van-e még bármi, amit kihagytam, de igazándiból ennyi. De hogy alapvetően egyébként a nyulaknak tök jó. Szia, Margit, szép estét! Sosem így van. Az, mire gondolsz, Marian? Kíváncsi vagyok. Tehát, hogy alapvetően viszont nincsen nekik semmi olyan, amilyen opozícióba vagy ilyesmibe állna, úgyhogy tök jó. Azon az egy kakason kívül. Úgyhogy alapvetően jó hónapjuk lesz.